sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Dacia-ról, és megyek egyenlőre Győrbe, aztán majd a tárcálás az Interregióra, és irány Tapolca, az Ikarus találkozó. Hát mindjárt megérkezünk Tatabányára. De szokás szerint a Dacia késik 2 órát, viszont a keletiből a belföldi vonatrészt azt elküldték, úgyhogy egyre pontosan megyünk, és lesz körülbelül 12 percünk átszállni Győrbe. Remélhetőleg a sikerülni fog, mert hogyha az Interregiót nem érem el, akkor onnan bajos lesz átjuk itt a polcára. És hát közben haladunk, mindjárt Szárniget lesz, és itt egy valahol az egyesnek a régi nyomvonala. Szárniget és Tatabánya között még várott magára, hogy bejárunk. És egyébként a terv az volt, hogy a Fridládát is levideózom, amikor jön be Kelenföldre, viszont hát azt késve ért be. És csak a Dacia után hozták be végül. Hát az emlap viszont a polcán így, hogyha minden a terv szerint halad, akkor leérek 9-18-at a polcára, és akkor az elálkozásnál le tudok videózni majd a Fridládát. Meg majd megpróbálom levideózni majd este is Kelenföldön. Majd valamelyik menetrend szerint Kelenföldön hazajövök, és akkor megvárom Kelenföldön a ide. Beérkezik, aztán meg ugye megy tovább a Fistigán fele. Úgyhogy remélhetőleg sikerülni fog akkor is levideózni. De mindjárt megérkezünk Tatabányára. Hát akkor Győrből jelentkezek. Ismét ezzel fogok venni égön is, mert a másik, a 7 óra 11-es az úgy elhúzott az óra előtt, mint a... Ja. Az egy BZ volt egyébként, és már jöttünk be a bejáratra, amikor kiengedték, tehát most igazából 2 percet kellett volna még váratni, és akkor meg lett volna a csatlakozás, de hát nem. Azért sem. Na, hallgassátok a lábait. A menetrend szerint 7 óra 19 perckor Budapest déli pályaudvartól Győrig közlekedő S10-es személyvonat előrelátható 15 percet késik. A késésért szíves türelmüket és megértését kérjük. Köszönöm. Itt még lábai van. És ugye itt áll benne egy Föld 3-as is, ez majd Sopron fele megy. És ha minden igaz, most írták ki a kijelző, hogy az a Jenci fog menni akkor. Akkor Celdeburgig ezzel fog utazni, és akkor szintén lesz egy ilyen szűk átszállás, ott már csak meg fog várni. És akkor így a tervezethez képest 1 órával később érek le a polcára. Hát ez van. Nem is értem, miért nem bírták még 2 percet váratni, hát úgyse pontosan ment ki, 7.13-kor ment ki. 7.11 helyett belefért volna még, hogy még 1 percet vár. És akkor elértem volna, mert már a gyárvárosnál még örültem is, hogy de jó, akkor meg fogják várni, mert láttam, hogy nem megy eltük. És ahogy beírtunk a váltókörzetbe, láttam, hogy a másik vágányon meg megy el a vonalkézét. Na hát ilyen bakkenesen utaztam mostanában, de akkor... Ha már így alakult, megmutatom nektek akkor a belterét, és így néz ki egyeseves Jenci. Ja, kijelző utas tájékoztatás. Ez a vonat csak Celdömölkig, majd ott 10 percem lesz átszállni, remélhetőleg most már, hogyha késünk is ezt megvárja. De különben tényleg sose jutok le a polcára, hogyha ott is bukom a csatlakozást. És egyébként ebből is kínáltak a MÁV-nak eladásra. Mert a gyesebb részéről, de a MÁV-nak nem kellett, pedig szerintem. Még a csepp is lenne a tengerbe, de néhány BZ-t ki lehetne ezzel váltani, vagy legalábbis lehetne valami dízelfronton alkotni. Mert én ott dízelmotorvonatok terén valószínűleg újonnan mostanában nem lehet vásárolni pláne ilyen kisebb kapacitásokat, hogy mellékvonalak kellenének, viszont a használt piacon, hát bármit vártam, hogy a vasúti használt piac a vasúttársaságok által azért vannak eladó sorban lévők, amiket viszont ugye be lehetne szerezni, és azzal ki lehetne pipálni egy ilyen 15-20 évre legalább a motorvonat kérdést. Például ilyen bakkerek is ilyenek lennének. És állítólag én azt hallottam, hogy azért nem kellett a MÁV-nak, mert sokat fogyasztanak. Hát mondjuk egy BZ-hez képest nyilván, de hát olyan fogyasztásúakat meg biztos nem fognak találni, mert a BZ az átlagosnál jóval kevesebb gázolajat teszik. És közben megérkeztünk Celdöböghauffbahnhofra, és innen már meg lesz, mert még nincs bent az a vonat, ami Keszthely fele megy, és ugye Tapolcára is azzal kell menni, úgyhogy
Amint beérkezik, felszállok rá, és akkor így már odaérek. Egyébként nézzetek meg, itt a három széli a fűtőház előtt. És mindjárt kimegy ez a vonat is Szombathely fele. Ugye se vesz Szilivel. Mi a fasz? Megjött az Alkohol Express. Köszönjük ti, Lexi, nem lesz családbarátom. Hogy a benne vagyok. Megjött az Alkohol Express. Bocsánat, nem akartam. Dani, teljesen sem úszol. És akkor itt vagyunk az Ikarusz találkozón, most már ténylegesen. És a felvonulásról is lesz felvételem, hála. De hát elmondom, hogy Poldán a cég és a GMX 342-es busznak kerülni, hála, mert most sikerült megegyeznünk, és tehát, hogyha minden jól sikerül, fenn lesz a kamerám, majd amikor a felvonulás megy, és fel fogom venni az egészet. Na hát ezt nézzétek, hát csak addig bírtam, mert én muszáj volt. Kár érte, kiváló állvány volt. Kiváló ügynök volt. Főnök, nem Szaloniki-ben, ja. Tapolcán elesett. Kár érte, kiváló ügynök volt. Annyi kár érte, kiváló állvány volt. Eddig bírta. Utána sikerült a konvojt lefotózni, vagy levideózni. Előbb-utóbb jönnek vissza.
Ja, és közben a benzinkúton találtunk egy BKV-s igazolványt, de sikerült a tulajdonosával felvenni a kapcsolatot, úgyhogy majd visszajön a busszal, akkor vissza fogom neki juttatni.